A Csókos asszony című operettel nyitja meg a 201. évadot a Miskolci Nemzeti Színház. Pénteken a Nagy Színházban mutatják be Czerkovics Béla darabját. A történet középpontjában Pünkösdi Kató a talált gyermek áll, aki az évek alatt ígéretes színi növendékké vált. Éppen eljegyzésére készül, ám a bohém vőlegény mégsem jelenik meg az ünnepségen. Ekkor tűnik fel a színen a dúsgazdag tarpataki báró, akinek egyértelműek a szándékai. A bonyodalom csak ezután következik. A darabot Szőcs Artúr állítja színpadra. Köszönöm, gyerekek, köszönöm! Jaj, én nem tudok nektek más mondani ebben a megható pillanatban, mint hogy... Gyerünk vacsorázni, mert meghallgatni a betegségtől! Pünkösdi Kató gyermekként kerül a Józsefvárosi Nagy Templom utcába. A környékbeliek befogadják és felnevelik az árvát, aki az évek alatt ígéretes színi növendékké cseperedik. A főszerepet váltott szereposztásban Baranyi Emma és Mikita Dorka Júlia játsza. Ezen a napon, amikor játszódik ez az egész történet, napokon, akkor ő egy előadásban debütál, premiére van, ami azt dönti el, hogy az ő karrierje most mennyire lesz kiugró, vagy sikeres, és így kezdődik a darab, hogy őt ünneplik, tehát egy nagyon tehetséges fiatal kislány, aki boldogan éli a mindennapjait egy szeretetteljes közegben, és sikeresen. A történet azonban nem ennyire gondtalan, a bonyodalom csak most kezdődik. Kató éppen az eljegyzésére készül, amiből az udvarlakói is kiveszik a részüket. A bohém vőlegény azonban mégsem jelenik meg az ünnepségen, mert előző éjszaka egy nagy mulatság hevében zálogba csapta a jegygyűrűket. Pünkösdi Katóka és Torosnai István jegyesek! Az eljegyzési parti katasztrófába fullad, megjelenik viszont a színen a dúsgazdag tarpataki báró, aki határozott és egyértelmű szándékkal érkezik. A báró szerepét Mertz Tibor játsza, a Jászai Maridíjas színművész jelenleg a Budaörsi Latinovics Színház tagja. Mint mondta, nagy örömmel érkezett vendégjátékra Miskolcra. Nagyon nagy boldogság találkozni ezzel a csapattal, akit én többször néztem, jöttem le Miskolcra. Feleségem Bodor Johanna koreográfus, és ő több darabban, több rendezővel dolgozott már itt, több koreográfiát készített, és jöttem, de nem csak akkor jöttem, hanem jöttem, mert érdekeltek az itteni előadások, az itteni színészek, és azt gondolom, ezt mondtam is többször itt, hogy szerintem az ország egyik legjobb, ha nem a legjobb, legerősebb csapata. A Csókos asszonnyal pénteken elkezdődik a Miskolci Nemzeti 201. évada. A bemutatót a Nagy Színházban tartják este 7 órától. A darabot Szőcs Artúr állítja színpadra.